Tanszereket válogat ez az anyuka egy pécsi papírboltban. A listát az iskolák általában előre kiadják, így a ceruzák és füzetek ára, minősége lehet döntő a vásárláskor. Négy gyermekének kell őszre tanszereket vásárolni, ketten most kezdik az iskolát, ketten pedig már felső tagozatosak. Róluk érdeklődtünk, a csomag mennyibe fog kerülni. Felsősöknél sokkal kevesebb, de az majd akkor fog kiderülni, mert ott nem kapunk előre a listát, hanem ott majd később kapjuk meg. Ott nagyobb füzetekre lesz szükség, azt előre nem is tudom megvenni, meg ott már azért kevesebb, mert már sok mindent újra hasznosítanak, ugyanúgy, ahogy a harmadikos gyermeknél is már sokkal kevesebb. Az elsősöknél van az, ahol legalább 20 000 forint gyermekenként rá kell, hogy számjunk. A beiskolázás számos térségben, így például az Ormánságban is leküzdhetetlennek látszó problémát jelent. Segítség nélkül a szeptemberi tanévkezdés szinte elképzelhetetlen több család esetében. Kálmán Tamás, a Baptista Szeretett Szolgálat területi koordinátora elmondta, hogy a szükségben élő bajba került családok számíthatnak rájuk. A családsegítő szolgálatoktól és a helyi polgármesterektől kapott jelzések alapján jut el a segítség oda, ahol arra szükség van. Tavaly évben, ha jól emlékszem az adatokra, közel 2000 csomag került ki. Már folyamatosan, tehát egy hete megy a Sulipak csomagprogram. Már mentek ki intézményekhez, illetve magánszemélyekhez már csomagok. Folyamatosan készülnek és folyamatosan szállítják ki is ezeket a csomagokat. Kálmán Tamás hozzátette, hogy speciális helyzetben vannak itt Baranyában. A gyülekezetek fenntartásában lévő baptista pontban gyűjtik a kézzel fogható adományokat, így két térségi általános iskola fogja megkapni az iskola kezdő csomagokat. Én úgy érzem, hogy nagyon jó tapasztalataink vannak, elég sokan ismernek most már bennünket itt a városban, Kertvárosban főleg. Rendszeres visszatérő adományozóink vannak, sajnos kérőink is, de mindenkit szívesen látunk, és minden adománynak nagyon örülünk. A területi koordinátor úgy fogalmazott, hogy az egy évvel ezelőtti eredményt szeretnék felülmúlni, még több tanszercsomagot összeállítva, hiszen, mint mondta, a problémák száma nem lett kevesebb. A kampány szeptember 4-éig tart, az adományozási lehetőségről a Baptista Szeretett Szolgálat honlapján olvashatók további részletek.